Na hát, sziasztok! Ebben a videóban szeretnék egy bejelentést tenni. Innentől fogva változás lesz, mégpedig úgy, hogy 3 csatornával fogjuk folytatni. Ez azt jelenti, hogy ahogy a most jelenleg van, az meg fog szűnni. Csak azok a tartalmak maradnak rajta, amelyek animés jellegűek. A heti animék, az anime élmények, a sárkányradar, valamint a ninja kés. A Moshi marad a fő csatorna, és mindig itt lesz a legtöbb tartalom. De 2 másik csatornánk is lesz, a Vidéki Gamer, illetve a Kanapé Szörny. Ami a videójátékokkal kapcsolatos és a mindennapi live-jaink, vagy esetleges videójátékos versenyek, azok a Vidéki Gamer tartalmai lesznek. Míg ami filmes, sorozatos, vagy olyan rajzfilm, amely nem anime, az pedig a Kanapé Szörnyre fog majd menni. A Twitch fontos platform lesz ebben az évben, és barátok lesznek a Vidéki Gamerrel, amit ugyanis a Twitch-en live-olunk majd, azt a Vidéki Gamerre fogjuk visszatölteni. Ehhez persze meg kell hagyni a kellő időt, hiszen meg kell várnunk, amíg megfelelő feliratkozó szám lesz a Vidéki Gameren, valamint a Twitch csatornánkon is. Hogy a streamjeinknek a résztvevői ne maradjanak le az esetleges streamelt játékainkról. A Kanapé Szörny tartalmai ellenben innentől a saját csatornájára kerül, mivel annak később is jó lesz a figyelem. Nagyon sok ötletünk van még, és biztosan lesznek majd újabb rovatjaink is, és ha csak a felét meg tudjuk majd valósítani, akkor már nyert ügyünk van. Reméljük, hogy az újítások egy ügyes és működő rendszert hoznak létre, ami nekünk és nektek is kedvező lesz. A megfelelő linkek a csatornákkal kapcsolatban a leírásban lesz majd megtalálható, ennyi lettem volna ebben a videóban, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok!